A verseny résztvevői és tortáik már készen állnak a zsűrik szigorú bírálatára. Több mint 2,5 óra állt rendelkezésre a versenyzőknek, hogy elkészítsék incsiklandozó édességvariációikat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezett első szabolcsi cukrászkupára. A zsűri tagjai a cukrász és pékmester szakmai tagozat tagjai, akik a szakmájukban számos elismerést szereztek, ezáltal kellő példaképek lehetnek a jövő cukrászainak. Szabó Sándor mestercukrász elmondta, itt a versenyen mindenki nyertes, függetlenül attól, hogy hanyadik helyen végez. A mai napnak a feladata egy disztorta készítése volt, a témakör meg volt határozva a tavasz jegyében. Itt elsősorban azt veszük figyelembe, hogy ki milyen alapanyagot választ a díszítéshez, mennyire tud mesterien bánni azzal az alapanyaggal. Azon kívül az egész tortának egy témaköré kell, hogy épüljön, így minden alkotórész, minden díszítő elem a köré kell csoportosítani, azon felül vannak a technikai megoldások, amik csak akkor kerülhet rá a tortára, amikor tökéletesen van kivitelezve. Szabó Sándor szerint a versenyzők felkészülten érkeztek az első szabolcsi cukrászkupára, de csak a legjobb vihette haza az elsőnek járó nyereményt és kupát. Véleménye szerint mindenki tanult valamit a versenynek köszönhetően, és sok tapasztalatot szereztek a fiatal cukrásztanulók. Sárát már régóta érdekli a cukrászat, jelenleg másodéves cukrászhallgató, az első szabolcsi cukrászkupát ő hódította el. Egy fehér csokoládés doboskrémmel töltöttem meg, amit erdei gyümölcsel ízesítettem, és ezt a tortát összesen 3 óra alatt lehetett befejeznünk, tehát addig kellett leburkolnunk, és az összes dekorációt rá kitalálni, és feldíszíteni és prezentálni a zsűri előtt. Sárának nincs kedvenc édessége, leginkább készíteni szereti a süteményeket, és fontos számára, hogy minőségi alapanyagokkal dolgozzon.